Tisztelettel köszöntök mindenkit, a Fekete István Szabad Egyetem jelenlévő és az előadásunkat interneten nyomon követő ezrek körében egyaránt, és külön tisztelettel köszöntöm dr. Popé Gyula, a Fekete István Szabad Egyetem igazgatóját, és a mellette helyet foglaló dr. Héj András, evolúciós pszichológust, mai előadónkat, Pécsi Tudományegyetem és a Müncheni Ludwig Maximilians Egyetem professzora, pszichológus professzora jött el közénk. Milyen veszélyeket rejt az idegenek befogadása? Ezzel a címmel hallgathatjuk meg előadását, és szokásos módon lesz lehetőség kérdezni is természetesen. Dr. Héj András barátunk a Bakonyban született, és fekete Nyugat-Afrikában nőtt fel. Tanulmányait Bajorországban végezte, ahol ezt követően bő 3 évtizedet élt és kutatott, és így lett később, ahogy említettem, jelenleg is a Pécsi Tudományegyetem professzora, evolúciós pszichológus, ami talán azt is jelenti, hogy az érdekli, hogyan befolyásolják mai viselkedésünket és ízlésünket azok az alkalmazkodások, amelyek sok ezer nemzedéknyi elődjeink túlélését biztosították. Ezen alkalmazkodások modern kihatásait a világ számos kultúrájában, többek között Pápua Új-Guineában és Mikronéziában tanulmányozta a kapcsolatok, a vonzalom és a beavatás vonatkozásában. Következzék tehát professzor úr előadása. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr, igazgató úr. Hölgyeim és uraim, itt tolongva a teremben és otthon kényelmesen a képernyő előtt, tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon mélyen megmozgat az, hogy a ma élő legkiválóbb magyarokkal egy sorban én is szót kaphatok a Fekete István Szabad Egyetem előadói között. Milyen veszélyeket rejt az idegenek befogadása? Aki elolvasta a reklámot, láthatja, hogy egy rövid történettel kezdtem. Egy indián belép egy kocsmába, és az amerikai kocsmáros New Yorkban megkérdezi tőle nagyban, hogy na, hogy érzed magad a mi jó öreg városunkban? Pénzbőrű visszakérdez, és te hogy érzed magad a mi ősi földünkön? Különböző kultúrák találkozásánál gyakran tartják a másik csoport tagját illetlennek, mert nem úgy viselkedik, ahogyan azt az első csoport a saját tagjaitól elvárja. Azáltal, hogy az idegen csoport nem a hazai elvárásoknak megfelelően reagál, nem jósolható meg, mikor mit fog tenni, elbizonytalanítja az első csoport tagjait, akik erre az idegenektől idegenkednek. Miről is lesz szó a következő egy órában? Egy rövid áttekintés. A szövetség csókja, When to Kiss the Miss. Német banánköztársaság, kik veszik és kik öszik. Pizza Dél-Tirolban, szabadságharcosok, avagy terroristák. Überfremdung, a xenofóbia tudományos magyarázata és kultúrtörténete. Zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben. Na és a szemita palesztinok. Dr. Martin Luther King álma és a beteljesülés. A fertilitásról feketén-fehéren hány gyermeke születik egy átlagos nőnek? Quo Vadis Africam, a 2022-es African Youth Survey szerint minden második afrikai fiatal ki akar vándorolni. Sötét jövő kérdőjel. A kulturális értékek és a keresztény nyugat. Tehát kezdjük az elsővel, a szövetség csókja, When to Kiss the Miss. Bizonyára tudják, hogy a II. Világháború során amerikai katonák, és azok akkoriban még igazi férfiak voltak, érkeztek Angliába, ahol az angol hon leányaival találkoztak. Noha My Fair Lady nyelvész professzora, professzor Higgins azt állította, hogy Amerikában már évek óta nem beszélnek angolul, nem nyelvi nehézségeik voltak elsődlegesen az amerikai katonáknak az angol lányokkal. Érdekes módon mind az angol lányok, mind az amerikai férfiak azt állították a másikról, hogy az egy kiéhezett szexuális vadállat,
és hát ez valahogy nem stimmel. A korifeusa, Margaret Mead antropológus asszony jött rá a titok nyitjára. Megállapította, hogy minden közösségben a közeledésnek, nevezzük így az első távolságból történő szimpátia kinyilvánítás első mosolyát, az intimitás legmagasabb fokáig, nevezzük diszkréten így, körülbelül 30 fokozaton kell keresztül menni. Nem lehet ajtóstúl házba rontani. És míg tehát ez az első példa, ez nem egy véresen komoly, ez inkább egy nyálas példa lesz, míg a csókolózás mindenhol nagyon fontos szerepet játszik, Margaret Mead megállapította, hogy ez az amerikai hierarchiában a 7. fokozaton, az angoloknál a 26. van. Vagyis mi történt? Az amerikai meglátott egy gyönyörű angol lányt, egymásra mosolyogtak, véletlenül megszólította, elkezdtek beszélgetni, véletlenül hozzáért, kézen fogva elkezdtek sétálni, és ekkor természetes volt az amerikai számára, hogy megcsókolja az angol lányt. Ez absolutely shocking, megrázó volt az angol lány számára, hiszen az ő felfogásában nagyon korainak tűnt ez, és hát el kellett döntenie, hogy vagy pofán csapja az amerikait, de akkor továbbra is egyedül maradt, hiszen az angol fiúk egyéb elfoglaltságoknak hódoltak ebben az időszakban, vagy pedig elfogadja, hogy nem vette észre, hogy átugortak 20 fokozatot, és ott folytatja, ahol számára természetes, ez viszont az amerikai számára volt megrázóan korai. Tehát vegyük észre, hogyha valaki ujjal mutat egy másik csoportra, 3 ujjal saját magára mutat. Kik is a rasszisták? Nézzük a második példánkat, Német Banánköztársaság kik veszik és kik öszik. Európán kívüliek felosztották Németországot, és most tekintsünk el attól, hogy mi valójában Kelet-Németország, tehát tekintsük Közép-Németországot Kelet-Németországnak, mint hogy ezt a politikailag korrekt nyelvhasználat előírja. Tehát felosztották, és a demokratikusnak mondott Német köztársaságban nemigen lehetett banánt kapni. Ezért a nyugatiak keleti rokonaiknak mindig banánnal kedveskedtek, és amikor lebomlóban volt a határ, akkor is banánnal fogadták őket, olyan mértékben, hogy a keletiek azt mondták, hogy ők bizony nem majomketrec, hogy állandóan banánnal kelljen őket etetni. A karikaturisták minden esetre ezt a banán motivumot nagyon megragadták, itt látható a Reichstag a fal másik oldalán egy banánnal ábrázolva, de különösen rátapintott a dolog lényegére az a szatirikus havilap, aminek Titanica neve, ahol hát ez a hölgy látható a címlapom. Nézzük a szöveget, bocsánat, közben önök is láthassák. Tehát a szövegben az áll, hogy Zonen Geli, hát a Geli az az Angélika beceneve, ez még rendben is lenne, Zonen, tehát ez a szovjet megszállási terület eléggé gúnyos német neve. Zárójelben 61. Na most akkor még 2005. júliusában, amikor ez megjelent, még csak 50 éves volt a hölgy, de hát már akkor is koravén volt, és ezért állították be 61 évesnek. Im Glück, tehát nagyon boldog. Meine erste Banane, életem első banánja, jól látható, hogy milyen intelligenciát attribuáltak ennek a hölgynek. Akiről érdemes néhány szót szólnunk. Hiszen ő volt a mai napig is még sok helyen, legalábbis nyugaton legerősebb politikai párt, a Keresztény Demokrata Unió vezetője, és nagyon sokáig Németország kancellárja, jól lehet csak egy fél évvel később, tehát itt valamit nagyon jól megéreztek a Titanic szerkesztői. Na most, tehát Angela édesapja valóban keresztény, még akkor is, hogyha protestáns lelkész volt, ez a bizonyos Horst Kastner. Angela születése előtt egy nappal diszidált, csak hogy fordított irányba, Hamburgból keletre. Érdekes, hogy utána Angela és édesanyja is, és testvérei is követték néhány nappal, tehát ő is, bár Hamburgban, Nyugat-Németországban született, nem ott nőtt föl. Kastner úrnak semmi gondot nem okozott az állampárttal való együttműködés, nagyon jól kijött velük, és talán érdekes megtudnunk azt is,
hogy Kastner úr édesapja, de még Kastner úr sem ezzel a névvel született, hanem a Kacsmircsák névvel, és Kacsmircsák úr, tehát a nagypapa, egy lengyel zsidó volt, aki fegyveresen harcolt Németország ellen. Ebből lett a Kereszténydemokrata Unió vezetője. Egyébként ez a hölgy maga nem csak a kelet-német KISZ-nek volt vezetője, hanem, ezt másokról is tudjuk, de azon túlmenően az I.M. Erika fedőnévvel az ottani Ávónak, a Stázinak is besugója volt. Ő lett tehát a keresztény demokrácia vezérasszonya. Egyébként nagyon sokáig hivatalosan Mutinak kellett szólítani anyukának vagy anyónak ezt a meddőhölgyet, akinek soha nem volt saját gyermeke. Érdekes az is, hogy az édesapja, ha jó indulatok vagyunk, akkor a Kastner, egyébként Kacsmircsák névvel szerepel. A férjének a neve Joachim Sauer. Ebből lett ő Merkel, mert az jobban eladható. De nem szeretnék tovább polemizálni. Lépjünk tovább arra, hogy Pizza Déltirolban szabadságharcosok, avagy terroristák. Itt Magyarországon, de Németországban is Déltirolt a szabad idő eltöltésének magas értékéről ismerik. Tehát nagyon finom a vörösbor, remek a szalonna, és az osztrák és az olasz konyha legjavának ötvözetét kaphatjuk Déltirolban, tehát nagyon jókat lehet enni. Ennyit tud az átlag magyar, mint az átlag német is Déltirolról. És én sem tudtam többet. Engem az a szerencsés helyzet ért el, hogy 6 évig lehettem a Dél-Tiroli Egyetem szerződéses professzora, és az első munkanapomon valószínűleg a hegyi levegőtől megéhezve betértem egy kocsmába, ahol a pincér hozzám lépett, és olaszul szólított meg. Én pedig szabadkoztam, bocsánatot kértem, hogy én nem tudok olaszul, németül tettem ezt, és hát erre azt mondta, hogy hála jó Istennek, már azt hittük, hogy olasz van, feltehetőleg a sötét külsőmből következtetett erre. Ezt akkor még nem értettem, de később megtudtam, hogy mi ennek a feszültségnek a németül beszélő őslakosság és az olaszok között az oka. Nos, hát tudják, hogy az angolok gentlemanek. 1915-ben volt egy titkos szerződés, a titkos londoni szerződés, amelyben Olaszországnak adták nagylelkűen az angolok Dél-Tirolt. Arra az esetre, ha Olaszország cserébe hajlandó átállni az angol oldalra, tehát a szövetségesek oldalára az első világháborúban, ami meg is történt, mint tudjuk, és kivételesen az angolok is betartották a szavukat, tehát így került Dél-Tirol Olaszországhoz. Ez nagyon nem tetszett a dél-tiroliaknak, nagyon nem, de sajnos hiába jött Hitler és szerezte vissza Németország egyébként elkobzott részeit, és elcsatolt területeit, Dél-Tirolt nem szerezte vissza, hiszen jó barátságban volt Mussolinivel, és ő neki nem akart borsot törni az orra alá, tehát Dél-Tirol továbbra is olasz fennhatóság alatt maradt. Na most Olaszországban tényleg fasizmus volt, Németországban soha, ott nemzeti szocializmus, hiába szeretnék ezt összemosni, de minden esetre Olaszországban, ahol tényleg fasizmus volt, a fasiszta vezetők nagyon rossz szemmel nézték a déltiroli őslakókat, tehát a németül beszélőket. És messze a fasizmus pusztulása után azok a vezetők, akik a Mussolini alatt vezető pozícióban voltak, továbbra is vezetők maradtak, és szörnyen kínozták a déltiroliakat. Tehát nagyon sok börtön, raboskodás közben, és itt már messze a II. Világháború után vagyunk, haltak meg déltiroliak. Soha nem lehettek rendőrök, de még a vadász egylet tagjai sem, ami egy nagy megaláztatás egy ősi vadász egylet hagyománya a rendelkező terület számára, hiszen ezek fegyverrel rendelkeztek volna. És ekkor nagy elkeseredésükben nagyon sokat tiltakoztak, tüntettek, szerettek volna autonómiát. Sem Európa, sem a világ, sem az ENSZ nem figyelt a tiltakozásukra. Ekkor jelent meg ez a 4 fiatal ember az úgynevezett Pustra bohémhelyi kiejtéssel, tehát a Puszter táli, a puszta völgyi fiúk, akik közül 2 még mai napig is él, és 1961 tavaszán elkeseredésükben 37
erős áramú oszlopot robbantottak föl. Büszkék arra, hogy soha egyetlen egy ember haját nem görbítették, tehát nagy, jelentős kellemetlenséget okoztak az olasz hatóságoknak, hiszen egy nagy terület áram nélkül maradt, de emberben soha nem tettek kárt. Ennek ellenére az olaszok távollétükben életfogytiglanul börtönre ítélték mind a négyüket, és terroristaként néznek rájuk, noha a mai hivatalos, ma már autonómiát kapott Dél-Tirol, autonómiai vezetők nyíltan, hivatalosan elismerik, hogy a pusztertáli fiúk tevékenysége nélkül soha nem kaphattak volna autonómiát. Tehát aki autonómiát akar, annak nem elég tiltakozni. Dél-Tirolról nagyon sokan láthatjuk ezt a plakátot, hogy Dél-Tirol nem Olaszország, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy olyat is látunk, ahol át van húzva a nem szó, vagyis úgy olvasandó, hogy Dél-Tirol Olaszország. Olasz szemmel nézve ezek a szabadságharcosok terroriszti, tehát terroristák. Vagyis láthatjuk, hogy az, hogy ki a terrorista és ki a szabadságharcos, ez csak nézőpont kérdése. És noha itt Magyarországon nagyon nagy az egyetértés, a szélső baltól egészen a szélső jobbig, hogy Petőfi szabadságharcos. De próbálná meg Petőfi ma szavalni a Nemzeti Múzeumnál azt, hogy akasszátok föl a köztársaság elnökasszony. Még nincs 22 hónapja, hogy a budapesti bíróság egyik barátunkat, akit most nem szeretnék megnevezni, 17 év fegyházra ítélt. Azért, mert leleplezte, hogy Sukkoróban mi készül, és visszaszerezte Magyarországnak és a magyaroknak Sukkorót. Tehát, noha a magyar nyelv nagyon nagy kifejező erővel rendelkezik, itt mégis egy német kifejezést választottam, az überfremdung, ami szó szerinti fordításban túl idegenedést jelent, hogy a xenofóbia tudományos magyarázatát és kultúrtörténetét bemutassam. Az osztrák Nobel-díjas viselkedés tudós Konrad Lorenz és tanítványa Irenaeus Eibelsfeld megvizsgálták a xenofóbia, vagyis az idegenektől való idegenkedés biológiai alapjait. Ez az emberben az evolúció során alakult ki, ennek alapján határolódik el az egyik csoport a másiktól. Ennek pandanja, és itt most idézném a szerzőt, arra épül, hogy a csoport tagjai között jellegzetes meghittség uralkodik, túl azon, hogy egymást gyakran személyesen ismerik, többé-kevésbé egységes elvárások alapján cselekszenek, és így egymást megértik, idézet vége. 1999-ben megjelent könyvében Eibel közvetlen politikai következtetéseket vont le, őt is idézem. A kulturálisan és antropológiailag távol álló populációkból korlátozni kell a bevándorlást, idézet bezárva, és mivel itt nagyon sok a politikailag korrekt beszédben jártas egyedek számára hajmeresztő állítást fogok a mai este során bevezetni. Ezért mindenütt megadom a pontos forrást, hogy bárki ellenőrizni tudja, mégpedig a források mindig mainline, tehát a fősodratú források közül választódnak, nem pedig valamilyen szélsőségesnek bélyegzetből. A következőkben hosszasan szeretnék a mindenki számára hozzáférhető Wikipédiából idézni. Tehát, idézet. Az überfremdung politikai jelszó, amely a német nyelvterületen a társadalomra, a kultúrára, a nemzetre vagy a nyelvre idegennek és károsnak értékelt túlsúlyos befolyást jelenti. Idézet vége. A Wikipédia Gustav Wustmann 1891-es könyvét említi, melynek címe Mindenféle nyelvi butaságok magyarázata, a gyanús, a hibás és a rút nyelvi kritikája. Ebből a könyvből idéz a Wikipédia, és vele együtt én. Ezen vadhajtások tulajdonképpeni góca és melegágya a napi sajtó. Az 1848-as sajtószabadság óta jelentek meg ezek a vadhajtások.
Főleg a zsidók bűne ez a szétesés. Mai nyelvi szemetünk oroszlán része kizárólag a berlini és bécsi zsidónémetre vezethető vissza. Ennek oka, hogy a zsidók felmenői még nem beszéltek németül. Ezért nem uralja a zsidó a németet. Akármilyen gyorsan beletanul a zsidó a német nyelvtan elemeibe, ahova nyelvérzék kellene, örökre idegen marad. Idézet vége. A Német Diplomások Szövetség 1925-ben egyhangulag fogadta el ezt a határozatot, amelyben megállapítják, szintén idézet, gátat kell vetnünk a német egyetemek elárasztásának zsidó tanerőkkel és hallgatókkal. Nem nevezhető ki további zsidó származású oktató. A hallgatók részére bevezetjük a numerus clausus. Idézet vége. A háború után a 60-as években kerül újra elő ez a fogalom a politikai vitában. A természetesen szélső jobboldalinak kikiáltott Német Demokratikus Párt, tehát az NPD jelszava 1965-ben a német munkahelyek a németeké. Egyetemi tanárok is hasonlóképp vélekedtek. A Német Egység napján 1981. június 17-én tették közzé a 15 professzor által aláírt heidelbergi nyilatkozatot. Ebből idézek a Wikipédia nyomán. Mélységes aggodalommal szemléljük a német nemzet sok millió külföldi és családtagjaik ideköltöztetésével történő bomlasztását, nyelvünk, kultúránk és nemzettudatunk elfertítését. Itt a Wikipédia hagy ki valamit, tehát nem én. A nemzetek biológiai és kibernetikai értelemben magasabb rendű élőrendszerek, egymástól eltérő rendszer tulajdonságokkal, amelyek genetikailag és a hagyományok által adnak nemzedékről nemzedékre. Ezáltal lehetetlenné válik nemzetünk megtartása, ha nagy tömegben nem német külföldieket akarnánk integrálni. Ez a multikulturális társadalmak ismert etnikai katasztrófájához vezetne. Minden nemzet, így a német nemzet is, természeti joggal bír, hogy önazonosságát és sajátosságait a saját területén fenntartsa. A többi néppel szembeni tisztelet megköveteli, hogy ezt velük szemben is betartsuk, de azt nem, hogy őket magukba olvasszuk. Idézet vége. A Wikipédia cikk felháborodik, hogy 2000-ben még Merkel asszony pártja, a Keresztény Demokrata Unió is azzal a populista szólammal, és itt álljunk meg egy pillanatra. A populista, jól tudják, hogy hát egy gúny kifejezés, tehát amelyik párt populista, szörnyű. Csak hogy a latin populus ugyanazt jelenti, mint a görög demos. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy az egyik mindennek a teteje, a másik mindennek az alja. Tehát azzal a populista szólammal plakátolt, hogy das Boot ist voll, megtelt a csónak. Heinrich Lummer, CDU politikus 1997-ben azt mondta, Németországot elveszik a németektől, hogy ezt földrablásnak, túlidegenítésnek vagy bomlasztásnak nevezzük, nem változtat a lényegen. Idézet bezárva. Klaus Zimmermann, a Német Gazdasági Kutatóintézet, tehát a DIV elnöke, így nyilatkozott 2003-ban. Idézet. Ha a demográfiai túlöregedést migrációval kívánnánk pótolni, 30 éven belül olyan túlidegenedést érnénk el, ami társadalmilag alig ha működhetne. Ebből 20 telt el. A Lipcsei Egyetem, és még mindig a Wikipédiát idézem, a Lipcsei Egyetem 2004-es felmérése alapján mind keleten, mind nyugaton a németek 37,7%-a helyeselte azt a kijelentést, hogy idézet, Németország a sok külföldinek köszönhetően veszélyes módon túlidegenített. Na most érdemes megnézni a Németországban használatos kifejezéseket az idegen munkaerőre. Tehát az iparosodás kezdetétől körülbelül az 1950-es évek közepéig a Fremdarbeiter kifejezés dívott, ami szó szerinti fordításban idegen munkás. Elég jól fette a lényeget.
az 50-es évek közepétől a 70-es évek közepéig Gastarbeiternek nevezték, vendégmunkás. Itt a magyaroknak emlékeztető, hogy akármilyen kedves vendég 3 napig untig elég. Na most erre a tényre jobban illik a német demokratikus köztársaságban alkalmazott kifejezés. Tudnélik, ott a Vertragsarbeiter, tehát a szerződéses munkás kifejezést használták. És ha valaki ma elmegy az arab világ egyik vezető országába, legyen a Szaúd-Arábia, az Emirátusok, vagy valamelyik gazdag olajsejkség, ott rengeteg külföldi munkaerővel találkozik, hiszen ezekre rá vannak utalva, a legalsó szintől a legmagasabb szintig. De először is csak addig kaphat valaki vízumot, tehát egy külföldi vízumot, ameddig hasznos munkát végez a hazaiaknak. Másodszorban minden egyes külföldinek kell egy benszülött, tehát egy állampolgár, aki felelősséget vállal érte, hiszen ha a külföldi bármit elkövetne, akkor a hazait csukják le. Tehát nyilvánvalóan nem fognak felelőtlenül felelősséget vállalni akárkiért. De, mint mondtam, ez az arab világban van. Szerencsére Németország ennél sokkal demokratikusabb. Tehát az ezredfordulóig az Ausländischer Mitbürger, a külföldi polgártárs volt a megfelelő kifejezés, de ez ma már nem politikailag korrekt. A ma polkorrekt megnevezés a Bürger mit Migrationshintergrund, tehát a migrációs hátterű polgár. De nem mindegy, hogy a szomszéd faluból migrált, vagy a világ legsötétebb, távolabbi zugából. És nézzük meg, mi is történt Merkel asszony uralkodása alatt. Tehát addig politikai menedékjog kérelmet körülbelül 30 ezeren adtak be évente. Ez most már inkább az 1 millióhoz közeledik évente. Tehát ezek mind teljesen hivatalos statisztikák, tehát nehogy azt gondolják, hogy ebből bármit én rajzoltam volna. Természetesen Merkel és csapata egy régi hagyománynak felel meg. Theodor Nathan Kaufmann 1941-ben publikálta ezt a remek művét, és ez az úr az amerikai békeszövetség elnöke volt. Germany must perish, Németországnak pusztulnia kell. Most arra bekövetkezik, ha csak a gazdák meg nem akadályozzák. Zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben. Ezt én szívből fölvállalom, hogyha a szemita palesztinokra gondolok. Természetesen a becsület megköveteli, hogy megmondjam, hogy a palesztin, tehát a Magyarországi Palesztin Nagykövetség weblapjáról vettem a következő idézetet, de ők hivatkoznak, és én ellenőriztem, hogy ez eredetileg a Wikipédián olvasható. Tehát olvasom. A régészeti feltárások szerint a szemiták Palesztina legrégibb ismert lakói. A Krisztus előtti 4. évezred óta a földközi tenger keleti partján élnek. Vallási szempontból Semtől vagy Szemtől, Noé legidősebb fiától származó törzsnek tekintik őket. Kétségbe vonhatatlan tény, hogy Palesztina őslakosai mind arabok voltak. Az őket érő asszály miatt vándoroltak be az arab félszigetről. Több mint 2000 évig éltek új hazájukban, Kánoánban, Mózes próféta és híveinek a megjelenése előtt. És mi történt? Tehát látható, hogy megint csak a nagylelkű, nagyvonalú angol gentlemannek adták oda a palesztinok területének a felét 1947-ben, a cionistáknak államalapítás ürügyén. Nem szeretnék a Balfour nyilatkozat részleteire kitérni, és hogy ennek mi volt a tétje, és tényleg kaptak ellenszolgáltatást a cionistáktól, mert elérték, hogy Amerika belépjen a világháborúba. De mondom, mire erről nem szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy a palesztinok, akiket ezek a térképek zölddel jeleznek, ahelyett, hogy az ENSZ hatályos nyilatkozata alapján a terület felét legalább maguk lakhatnák, az ősi hazájuk felét, itt a present, tehát a jelenkori ábra, az nem a jelenkori, hanem a 2023 óta folyamatos népirtás előtti állapotot tükrözi, ahol már 9%-ára süllyedt az eredeti terület a palesztinok részére. És nézzük csak meg, hogy itt hány halott és hány sebesült palesztin civil van,
akiknek a legnagyobb részük asszonyok és gyerekek. Tehát ez hivatalos statisztika, 100 nap izraeli tisztogatás után. Tárthatjuk, hogy 24 ezer halottról és 60 ezer sebesültről van szó. Na most érdekes megnézni, hogy a mindenki által szörnyűnek tartott putyini vérengzés 700 nap alatt az áldozatoknak az egy harmadát, és a sebesülteknek kevesebb, mint egy harmadát érte el. Természetesen halottak esetében nem érdemes számokat összehasonlítani. Hadd idézzek egy kitűnő szakértőt tömeggyilkosság ügyében. Sztálin kolléganak tulajdonítható az a mondás, hogy egy halál tragédia, egy millió halál statisztika. De azért azt látható, hogyha megnézzünk egy történelmi atlaszt, ott nem szerepel Ukrajna neve, az egész terület Oroszország. Itt ezen a helyen, és több helyen elmondta már annak a társulatnak az elnöke, Torockai elnök úr, ahol vagyunk, hogy bizony a Ukrajna népszavazás alapján vált független ország 1991-ben, és ennek a népszavazásnak része volt a magyar lakta Kárpátalja autonómiájának biztosítása is, amiről sem magyar, sem ukrán oldalról egy szó sem hangzik el hivatalos környezetben. Tehát nagyon-nagyon fontos tudnunk, hogy mi is történt. Itt, és ezt jó forrásból tudjuk, most már a CIA papírok is nyilvánosságra kerültek, de azelőtt nyilvánosságra került az a Victoria Nuland, vagy amerikaiasul ejtve Newman, amerikai politikus nőnek a telefonbeszélgetése az akkori Ukrajnába akreditált amerikai nagykövettel 2014-ből, hogy az amerikaiaknak nem kevesebb, mint 5 billion, természetesen csak 5 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőnek, hogy megfelelő szakértőkkel a tömegbe lövessenek, és ezáltal Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökére sózzák ezt a gyilkolást, amiben ő semmiben nem vett részt, és ezzel sikerült azt a puccsot létrehozniuk, a Majdan puccsot, aminek a következtében több ezer oroszt gyilkoltak meg az ukránok. Hogy ezt Putyin nem hagyhatta, és hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy békés módon egyezzenek meg. Sőt, valóban létrejött a Minszk 2 nevezetű egyezmény, amire az előbb már említett Nuland asszony híres mondata, fuck the EU, hadd ne fordítsam ezt le, tehát az Európai Unió égisza által létrehozott békeszerződés, ami mindkét fél számára elfogadható lett volna. Nos, tehát látható, hogy ez nem jött létre. Láthatók a következmények is. Az is látható, hogy az ismert latin közmondásnak inter tuos litigantes tertium gaudet, tertius gaudet, bocsánatot kérek, tehát két viszálykodó között a harmadik a boldog, hogy ez miért volt Amerikának fontos. Még itt is érvényes a korábbi latinos gimnazisták szöveg módosítása, hogy nem tertius, hanem sestertius gaudet, vagyis a pénznevet, tehát a világot irányító pénzhatalom az, akinek az érdekét szolgálja ez a szörnyű vérontás, állítólag az utolsó ukrán katonáig. Ehhez még érdemes hozzátenni azt is, hogy a hivatalos statisztikák szerint a gázai népirtás előtt ennyi volt Gáza lakossága, civil lakossága, míg Ukrajna civil lakossága szintén hivatalos statisztikák szerint a hatalmas, tehát több mint 10 milliós elvándorlás után is 36 millió, tehát több mint 50-szer akkora területből 7-szer annyi idő alatt sikerült ezt a gyilkosság halmazt elérni, amiről a világ hallgat. Na most szeretnék egy olyan forrást idézni, amit aztán igazán és végképp nem tartanak szélsőségesnek, legalábbis jobboldali szélsőségesnek, ez pedig az Origo. És hadd idézzem tőlük. Az európai zsidóság, amely a világ 13 millió zsidóságának 90%-át jelenti eredetéről, régóta vitatkoznak a szaktudósok. Sokáig megmosolyogták az 1905-ben Budapesten született író Arthur Koestler, idézőjelben fantasztikus elméletét.
Ezerint a volgai, doni pusztákról és az előkaukázusi térségből érkezett az európai zsidók őseinek zöme, az egykori kazárbirodalom területéről és nem Palesztinából. Köstler ezt az elméletet egy 1976-os könyvében a 13. törzsben fejtette ki, amely 1990-ben jelent meg magyarul. Tehát ez, amit az Origó ebben a témában ír, vitatják, de kétségtelen ezt találhatjuk ott. Na most engedessék meg, hogy a Szentírás utolsó könyvéből, a Jelenések könyvéből, a második fejezetből idézzek, mert olyan, minthogyha egyenesen az előbb említett palesztinokhoz szólna. Tudok szorongatatásodról. Tudom, hogy akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája, gyaláznak. Ha még csak gyaláznák őket. De most egy egészen más területre szeretnék áttérni. Dr. Martin Luther Kingre, erre az Amerikában élt aktivistára, aki 1965. augusztus 28-án Washingtonban tartott egy híres beszédet, amelynek az alapmondatát világszerte ismerik. I have a dream today. Van egy álmom. Nos, ez az álom beteljesedett. Magyarul azt mondják, hogy él, mint Marci Hevesen, de itt talán a német a találóbb kifejezés, vidi mádém spek, mint a nyű a szalonnában. És szeretném, hogyha egy kicsit ezt számokkal is alátámasztanánk, természetes, hogy Wikipédiás hivatalos statisztikákra támaszkodom. Tehát itt látható feketén és fehéren a két fő faj, nem csak ők élnek Amerikában, összetétele 1963-ban, amikor Martin Luther King beszélt, és a tavalyi évben ez a legfrissebb statisztika, amit el lehet érni 2023-ban. Tehát látható, hogy a fehérek valószínűleg a bevándorlásnak is nem kis mértékben köszönhetően 25%-kal többen lettek. Ez alatt az Amerikában élő feketék 126%-kal. Tehát nem 126%-ra, hanem 126%-kal lettek többen. Miért érdekes ez? Azért, mert időközben, és megint csak Wikipédiás hivatalos statisztikákra hivatkozom, nagyon sok amerikai nagyvárosban hatalmas a fekete lakosság aránya. A Georgia beli South Fultonban 93%, a Michigan állambeli Detroitban 80% fölött van. A Tennessee-beli Memphisben kétharmad a fekete lakosság hivatalos aránya. De még a louisianai állambeli New Orleansben is több, mint a lakosság fele fekete. Na most ez miért érdekes? Azért, mert a fajok között vannak erőszakos bűncselekmények. Itt nem erőszakot nézünk, hivatalos statisztikák, tehát ott van, én magam néztem utána, bár az eredetit nem én csináltam, de utána néztem, és valóban helyes. Tehát látható pirossal jelölve azoknak a fehér nőknek a száma, akiket feketék erőszakoltak meg az Egyesült Államokban. Látható, hogy ez minden évben tízezres vagy több tízezres nagyságú. Sárgával azokat a fekete nőket jelölnénk, akiket nem elég elítélhető módon fehérek erőszakoltak meg. Látható, hogy ez minden évben nulla. Nulla fekete nőt erőszakoltak meg. A hivatalos amerikai statisztikák szerint fehérek. Természetesen ebben talán optikai tényezők is közrejátszhatnak. Most mielőtt engem valaki előítélettel vádolna, sietek leszögezni, hogy én fekete osztálytársak között éltem gyerekkoromtól egészen az érettségig, itt láthatnak általános iskolai osztálytársaimmal az Ashanti közösségben, és itt pedig a Hausa közösségben Észak-Nigériában gimnáziumi osztálytársaim keretében, tehát előítéletről szó sincs. És itt engedjenek meg a pszichológusnak egy kis pszichológusi kitérést. Tehát ha egy ilyen ábrát bárki az önök orra ellen dug, akkor követeljék meg, hogy a tisztelt előadó nevezze meg, hogy mit jelölnek a skálák, mit jelölnek a tengelyek. A vízszintes tengely az az IQ érték, tehát az intelligencia hányados értékét jelenti.
A függőleges, az Y-tengely pedig, hogy ez a lakosság hány százaléka. Ebből jön létre a Gaussra elnevezett haranggörbe. És látható, hogy ez a haranggörbe tengelyszimmetrikus, tehát mondjuk, hogy a jobb felét rá tudnám csukni a bal felére, pontosan egyezik. Nem véletlen, hiszen az a nemzetközi megállapodás, hogy százas az az IQ érték egy adott, minden adott társadalomban, ahol a társadalom 50%-a az alatt, és 50%-a pedig a fölött van. De nem csak a középérték érdekes. Ennek a görbének van egy mértani tulajdonsága. Tudnélik, az a rész, ahol a konkávból konvexbe, vagyis homorúból domborúba átmegy. Ezt a statisztikusok egy szórásnak nevezik. És intelligencia mérésnél 15 pontban állapítják meg. Tehát ismert a görbe alatti terület, vagyis 85 és 115 között van, kerekítek, a minden populáció kétharmada. Ha még egy szórással lefelé távolodunk, és fölfelé, vagyis 70 és 130-as IQ között van minden populációban a bő 95%. Ezt tekintik statisztikai értelemben normális értéknek. Normától eltérő, tehát aki 130 fölött van, az például a Menza nevezetű intelligencia klubba beadhatja a felvételi kérelmét, én felvételiztetője vagyok ennek a cégnek, és tehát három független és hiteles intelligencia teszten kell megállapítani, hogy a jelölt valóban a legmagasabb intelligencia 2%-ába tartozik, tehát olyan, aki 100-ból csak 2 van. Viszont 70 alatt ugyanannyian vannak, tehát körülbelül 2 ember, azokat tekintik gyenge elméjűeknek. Tehát ennyi a jelentése. És mi a jelentősége? De jelentősége az, hogy mentől magasabb az IQ, annál magasabb az iskolázottság az illetőnek, annál magasabb a jövedelme, annál magasabb a társadalmi elismertsége. Tehát, hogyha a pszichológusok csak egyetlen egy prognosztikumot kaphatnak egy emberről, akkor a legjelentősebb az intelligencia hányados, hogy hol áll ebben a tornasorban a többiekhez képest. Eddig volt az általános elméleti bevezető. És most nézzük a tényeket. 2006-os vizsgálatot találtam az interneten, tehát itt megadott forráscímem, ahol megnézték, hogy az egyes területek lakói milyen intelligencia hányadossal rendelkeznek. Nem lep meg bennünket túlzottan, hogy az európaiaknál 99-et találtak. Látható, hogy a bevándorlás már ezt valamennyire lehúzta 100-ról. A Szahara alatti, tehát a fekete Afrika átlagos intelligencia 67. Na most akár tetszik, akár nem, ezek kemény statisztikai tények. Tehát ez azt jelenti, hogy az átlagos fekete afrikai olyan, mint az, akit itt gyenge elméjűnek minősítünk. Ez nem kijelentés minden egyedről. Tehát látni fogják, hogy természetesen létezhetnek nagyon okos feketék és nagyon buta fehérek. Tehát az egyedről nem mond semmit, de az a csoportok között nagyon jelentős az átlagkülönbség. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy az európaiak egyáltalán nem a legjobbak intelligencia tekintetében sem, hadd mondjam így, mert a kelet-ázsiaiak átlagos intelligenciája lényegesen magasabb. Hogyan magyarázza ezt az általam képviselt evolúciós pszichológiai tudomány? Úgy, hogy ezek az emberek, ezeknek a felmenői, akik az egyenlítőhöz közel éltek, ahol nagyon meleg van, mert nagyon közel áll egész évben a naphoz, nem kellett, hogy túlzottan megerőltessék magukat, ha nem is a mesebeli sült galamb, de legalábbis a banán, az érett banán a szájukba esetett, ha egy cserje alá feküdtek. Ezzel szemben ahhoz, hogy az egyenlítőtől lényegesen távolabbi, hidegebb klímában vadászattal be tudják tömni a család éhező gyermekeinek száját, hát ahhoz egy kis gógyi kell. És természetesen mentől északabbra megyünk, annál több gógyi kell ehhez, ezért nincsenek az európaiak első helyen. Világosan ki kell jelenteni ezt is. Nézzük meg, tehát ez az egész világra vonatkozott, most nézzük meg az Egyesült Államokban ez mit jelent. Tehát a fehér amerikaiak, akiknek itt az elosztása a piros haranggörbével látható, lényegesen magasabb középértéket testesítenek meg, mint a fekete amerikaiak, akiknek a sárga haranggörbe az elosztásuk, de természetesen nem érik el a kékkel jelölt ázsiai amerikaiak intelligencia eloszlását.
Na most látható, hogy az Amerikában élő fekete leszármazottak intelligenciája már jóval magasabb, mint az Afrikában élő feketéké, mert elég sokat volt alkalmuk keveredni a lényegesen magasabb intelligenciával rendelkező fehérekkel. Miért fontos ez? Mert a rasszok között erőszakos bűncselekményeket követnek el. Ez a statisztika, itt látható a forrása, mutatja, hogy több mint 500 000 azoknak a feketéknek a száma, akik fehéreken erőszakos bűncselekményt követnek el. Természetesen a fehérek sem angyalok. Tehát ők is elkövetnek, igenis elkövetnek erőszakos bűncselekményeket feketéken, csak 10%-ban. Pedig Amerikában még nincs fekete túlsúly, messze nincs, ahogy az előbbi képeken világosan megmutattam. Tehát ezért nem mindegy. Na most ugyan ezzel a jelenséggel találkozunk Dél-Afrikában is. De engedjenek meg nekem néhány megjegyzést Dél-Afrikáról. Európából nézve azt hiszik, hogy egész Afrikában, így Dél-Afrikában is feketék élnek. Ez nem így van. Amikor a holland telepesek a 15.-16. században megérkeztek Dél-Afrikába, ott voltak bennszülöttek, de ezek a bushmenek voltak néhány tízezren. A bushmeneknek a politikailag korrekt neve a San. A San szerintem, tehát köztudottan, egy gúnynév, a környező hottentották nevezték őket így, de hogyha a politikailag korrekteknek ez az ábrányuk, hogy így kell őket nevezni, felőlem szánozhatunk is bushmen helyett. A bushmen legalább azt kifejezi, hogy hol élnek. Tudnilik, olyan helyen képesek megélni zseniálisan, amire senki nem vágyik. Tehát őnekik soha nem volt természetes ellenségük, mert senki nem tudott életben maradni, vizet találni, nyomozni abban a homoksivatagban, a Kalahariban, ahol a bushmenek élnek. Tehát bushmenek éltek ott, feketék nem. A feketék Dél-Afrikától ugyanolyan távol voltak, mint Európától. Nézzék meg, hogy fekszik a föld. Mikor érkeztek, kezdtek oda szivárogni a feketék? Amikor a 19. században arany- és gyémántbányákat leltek, nem keresztények, akik szerettek volna feltétlenül bányászkodás helyett inkább menedzserek lenni, és ezért fekete Afrikából importáltak oda dolgozókat. Na most ezek a szerencsétlen szerecsenek szaporodtak el olyan mértékben, ami miatt hát az a fordulat vált szükségessé, amit ismernek. Abban az időszakban, amikor még a fehérek uralkodtak Dél-Afrikában, tehát 1948-tól 1989-ig, több mint 40 évig, az évi átlagos gyilkosságok száma 170 volt. Elrettentően magas. De amióta a feketék rendet csináltak, és ők uralkodnak, 1994 óta, azóta évi átlagban mindössze 24.206 gyilkosságot dokumentálnak Dél-Afrikából. Ugye mennyivel jobb, hogy a feketék uralkodnak? Természetes. Na most azért itt is nézzük a fehéreket és a feketéket Dél-Afrikában. Nem mentem nagyon vissza, csak 1980-ig, és ezt hasonlítottam össze a hivatalos statisztikai adatok alapján 2023-ban. Tehát látható, hogy a fehérek is szaporodtak ez alatt a 40 év alatt, nem egész 10%-kal. De a feketék ez alatt az időszak alatt 274%-kal, megint hangsúlyozom, hogy nem százalékra, hanem százalékkal lettek többen ez alatt az időszak alatt. És itt érdemes beszélnünk arról a fertilitásról, vagyis hogy hány gyermeke születik egy átlagos nőnek. Na most ezek is hivatalos statisztikák, és látható, hogy a világ vezető szaporodás szempontjából vezető országai mind fekete afrikai országok. Tehát Niger a világ első, ott egy nőnek átlagban 7 gyermeke születik, tehát beleértve azokat a nőket is, vagy beleszámolva, akik egyáltalán gyerektelenek, meddők, más pályára adják a fejüket, és így tovább. De még a sereghajtó Tanzániában is 4,5 gyermeke születik egy asszonynak. Ezzel szemben európai oldalon az átlag 1,5 gyermek. Magyarország átlag fölött teljesít 1,58
gyermek születik itt. A hivatalos statisztikák értelmében, de ahhoz, hogy egy nemzetet meg tudjunk tartani, 2,1 gyermekre lenne szükség. Quo vadis Africa? Itt egy első igényes vizsgálatot szeretnék bemutatni, az African Youth Survey-t, 2022-es a legfrissebb adat, ami most hozzáférhető, és mielőtt ebbe belekezdek, szeretném leszögezni, hogy fekete Afrika lakossága 2023-ban a hivatalos statisztikák szerint 1200 millió fő. Röviden szeretnék a módszertanról is beszélni, hogy hogyan jutottak a most beszámolandó adatokhoz. Tehát először is egy reprezentatív kérdőívezést végeztek 18-tól 24 éves afrikai fiatalokon. A nemek aránya példásan 50-50%, és hogy validálják, hiszen a papír türelmes, oda bármit be lehetne x-elni, szemtől szembe beszélgetést, interjút is készítettek 4507 esetben. Ezt nagyon, tehát módszertanilag nagyon jónak kell nyilvánítani. Nyilván nem fogom az egész vizsgálatot bemutatni, de néhány változóra kitérek. Tehát arra a kérdésre, hogy milyen irányba halad országom, a megkérdezett afrikaiak összességében több mint kétharmada mondta azt, hogy rossz irányba halad az országom. Nigériában ez a megkérdezettek 95, Zambiában a 89%-a. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e állások, tehát lesz-e hova mennem dolgozni, szintén az Afrika szerte megkérdezett fiatalok kétharmada mondja azt, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen állások, és itt is természetesen Kenyában például 80% mondja azt, hogy nem elégedett a rendelkezésre álló munkahelyekkel. Összességében a megkérdezettek 52%-a mondja azt, hogy tervezi a kivándorlást, de ez országra országra különböző. A 224 millió lakosú Nigériában a megkérdezettek 73%-a készül kivándorolni. Tehát akik fontolgatják a kivándorlást, itt két fő okot neveznek meg, egyrészt gazdasági okokat, 44%, másrészt az oktatási lehetőségeket, 41%, mint például az egyetemre járást. Mivel történetesen egy angol nyelvű mesterszak szakfelelőse vagyok a Pécsi Tudományegyetemen, ahol konkrétan nigériai diákok tanulnak és szereznek mesterszakos diplomát, erről egy önálló előadást tudnék tartani, de itt most tartóztatom magam. A megkérdezettek 1/4, 25%-a szívesen tapasztalna valami újat és eltérőt külföldön. Itt emlékeztetek a német uszodák fiki-fikiére. Arra a kérdésre, hogy csak egy időre vagy örökre mennének, kétharmaduk azt válaszolta, hogy nem jönne vissza. A szélső jobboldalisággal a legkevésbé sem vádolható National Geographic címlapján az új európaiakról ír, akiket itt láthatunk is, tehát láthatjuk, hogy milyen európai karaktereket mutat be nekünk a National Geographic. Sötét jövő, kérdőjel, a kulturális értékek és a keresztény nyugat. Itt a hallgatóságtól bocsánatot kell kérnem, egyáltalán nem vagyok Orsolya néni követője a színválasztással. Ez az eredeti statisztikában látható szín. Elnézést, nem változtattam rajta. Tehát itt egy svéd statisztikát mutatok be az ezredfordulóról, ahol a svéd benszülöttek sárgával, és a külföldiek, az idegenek kékkel vannak jelölve. Látható, hogy 1000 svédből nincs egy egész, aki gyilkolna, de több mint 2 idegen van, aki gyilkol. Nemi erőszak szempontjában megint csak nincs egy egész svéd ezerből, aki erőszakolna, de több mint 4 idegen van, és azt is láthatjuk, hogy honnan származnak az erőszakos bűncselekmények elkövetésében jeleskedő idegenek. Tehát például az Észak-Afrikából származóknak több mint 20%-a követ el erőszakos bűncselekményt. Ez a térkép nagyon érdekes, mert abból indul ki, hogy valamilyen módon sikerül a mai nappal leállítani a bevándorlást, vagyis csak a már itt Európában élő mohamedánok
szaporodási arányát veszi figyelembe, és azt mondja, hogy 2050-re, tehát 26 év múlva, Németországnak a majdnem 20%-a, Franciaország 18%-a lesz Mohamedán, Svédországban ez az arány 30% fölött lesz. Hát, hogyha nem akarunk ilyen képeket, akkor érdemes megnéznünk a World Value Survey-t, vagyis a világ értékeinek a felmérését. Ez egy 1981 óta hatalmas, tudományos, igényű felmérés. Több mint 150 nemzeti kutatócsoport vesz ebben részt, akik a világ lakosságának 95%-át elérik. Több mint 600 mutatót vizsgálnak, tehát egy nagyon igényes, nagyon nagy pénzzel működő felmérésről van szó. Természetesen 600 változót senki nem tud áttekinteni. De szerencsére a módszertan, a statisztika ismer egy olyan elfogadott eljárást, ami a faktoranalízis, a faktorelemzés, amivel a 600 egymás között is szoros összefüggésben, sokszor szoros összefüggésben levő változó közül, tehát például mennyire szereti Gyurcsányt, mennyire szereti Dobrev Klárát, ezek nem függetlenek egymástól, még ha két külön kérdésnek is fogalmaztam őket meg. Tehát az alapvető faktorok száma a szerzők szerint 2, tehát 2 faktorral, 2 tényezővel lehet ábrázolni a világ értékrendszerét. A szerzők pedig Ronald Engelhardt, amerikai politológus professzor, aki már nincs az élők sorában, és Christian Welzel, német politológus professzor, aki szerencsénkre még köztünk van, és ők alkották meg a Cultural Map of the World, tehát a világ kultúrtérképét, aminek mindjárt be fogom mutatni a 2023-as, tehát aktuális változatát. De először mi is ez a két faktor, mi ez a két tényező? Tehát az első faktor egyik oldalán vannak a hagyományos értékek, a másik pólusán vannak az, amit a szerzők szekuláris, racionális értékeknek neveztek. A hagyományos értékek között szerepel Isten, haza, család. Itt szerepel az, hogy valaki nemzeti érzelmű. Itt szerepel az is, hogy elutasítja a válást, a magzatgyilkosságot, az eutanáziát és az öngyilkosságot. A második tényező a szerzők szerint a túlélés egyik oldalon, másik oldalon, és ezt ők nevezték így, az önkifejezés. Tehát, hogy valaki patrióta, vagy, hadd tegyem idézőjelbe, demokratikus gondolkodású. Hogy valaki a gazdasági és a fizikai biztonságra fektet súlyt, vagy pedig nyitott az idegenekre, az úgynevezett melegekre, a genderre, tudják, azok a nők, akiknek szakálla volt, gender. Pontosan erről itt ebben a könyvben, amit mégiscsak egy nagyon tekintélyes kiadó, a Cambridge University Press adott ki, olvashatnak. És most nézzük végre, hogy mi a világ értékrendje. Ez a térkép tehát eredeti, semmiben nem manipuláltam, csak megadtam a pontos forrását, hogy bárki ellenőrizni tudja. És jól látható, hogy Európa egyfelől egy katolikus, másfelől egy protestáns értékrendre oszlik. Nagyon érdekes, hogy Németország a katolikus bajorság ellenére is a protestáns Európához tartozik, és nagyon közel áll az angol nyelvű országok értékrendjéhez, talán azért, mert a re-education, az umerziehung, az átnevelés olyan mértékben sikerült. De a fő számomra legfontosabb üzenete ennek a térképnek, hogy az afrikai és az iszlám népek értékrendje még véletlenül sincs metszetben az európaiak értékrendjével. Tehát semmi keresniük Európában nincs. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy Magyarország bár a katolikus Európa klaszterbe került, de sokkal közelebb áll Mongóliához, mint bármelyik másik európai néphez. Tehát a magyarok eredetéről is nagyon sok minden kiderül ebből a térképből. Én amikor Mongóliában jártam, a lóháton ülő kisgyerekek is azt mondták, hogy szervusz testvér, tehát ő nekik teljesen világos, hogy a magyarok testvéreik, rokonaik. Az is látható, hogy az erőszakkal az Európai Unióba feltétlenül beletuszkolni akart Ukrajna egyáltalán nem tartozik Európához értékrendjét tekintve.
De az is látható, hogy a magyar-osztrák monarchiának bomlania kellett, akkor is kellett volna, hogyha a szabadkőművesek ezt a bomlasztást nem segítették volna elő, mert nagyon erősen különbözik a magyarok és az osztrákok értékrendje. Még nagyon sok minden olvasható ki ebből a térképből, de nem szeretném az idejüket húzni. Na most az előadásnak az volt a címe, hogy milyen veszélyeket rejt az idegenek befogadása. Magyarország legolvasattabb jobboldali portáján az egyik kommentelő megjegyezte rám vonatkoztatva, hogy ez a pszichomókus, szó szerint idéztem, nagyon korlátolt értelmi adottságokkal van ellátva. Minden esetre ő egy olyan szakvéleményt nyilvánított ki. Ezért nem a saját kutfömből szeretném összefoglalni az előadást, hanem a nálamnál sokkal bölcsebb népet szeretném segítségül hívni a közmondások segítségével. Abban nagyon sok népi bölcsesség tömörül. Tehát ne feledjük ezt a közmondást. Adj a tótnak szállást, kiver a házadból. Na most semmiképpen nem korlátoznám ezt, vagy akár csak jelölném ezzel az atyafiakat, akik az ország északi részén élnek, hanem ennél sokkal szélesebben értelmezném ezt, de minden esetre a népi bölcsességnek van alapja. Ha az előbb a Szentírás utolsó könyvéből idéztem, akkor engedjék meg, hogy befejezésül a közös Szentírás első könyvéből, Mózes első könyvének első fejezetéből idézzek. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Tehát nem 36 nemről beszél Mózes. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok. Aki ezt az isteni tanácsot, parancsot nem veszi komolyan, annak elég sötét jövője lehet itt Európában. Aki viszont ezt megfogadja, és az életet szentnek tekinti és védi, annak nincs oka félni a jövő sötétségétől. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Professzor úrnak nagyon szépen köszönöm a bátor szavakat, amelyek tudományos igényességűek, és hogy azért itt a sötét jövőt egy kicsit árnyalja, különösen köszönöm azt a humort, amivel tudja mégis ezt a nehéz témát egy kicsit taglalni és egy kicsit árnyalni. Nagyon fontos számunkra is, különösen manapság, amikor elindult egy újabb lakosságcsere, egy újabb kísérlet ugye az idegenek befogadására, a vendégmunkások kapcsán egy komoly társadalmi vita indult. Legújabban ugye egyik legnagyobb felkent szakértője lett, úgy tűnik Bajer Zsolt, aki szintén védelmébe vettett mondjuk Torockai Lászlóval szemben az indiai vendégmunkásokat. Apropó indiaiak, ugye számunkra régi, több száz éves téma, és ennek különösen köszönöm, hogy a bűnözési vetületét is kivetítetted, mert ha már a parlamentben nem lehet kimondani mondjuk a cigány bűnözés szót, amit pedig egyébként még a Pázmányon is vizsgálhattunk a romológiai tanulmányai során is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szembenézni ezekkel a demográfiai statisztikákkal is. Sajnos hiába próbáltunk KSH-nál kutakodni például, hogy mennyi cigány gyermek születik Magyarországon. Ez jelenleg egy titkos információ. De egyébként a KSH-tól is megkaptam azt a hivatalos választ, hogy egyébként ők is indokoltnak tartanák a 13 nemzetiségként nyilvántartott csoportot a születési bontásban is, a születések esetén is legyen a 13 nemzetiségi bontás, ahogy egyébként a népszámlálás során is elvileg ugye azért van. És bár ők, még maga a KSH is ezt indokoltnak tartaná, hiába fordultam a kormányhoz egy olyan indítványa, hogy akkor ezt egy törvénymódosítása, ennek teremtsünk lehetőséget, mert egyébként ez sajnos jogszabály tiltja, a kormány erre nem hajlandó. Tehát a probléma szőnyeg alá söprését látjuk a jelenlegi hivatalos paradigma részéről, a kormányzat részéről sajnos. Én nagyon örülök, hogy mégis van a tudományos életnek egy-két olyan tudósa, akik merik ezeket a tabukat vizsgálni.
Mi meg igyekszünk ledönteni, úgyhogy köszönöm szépen ehhez a muníciót, és megadnám a szót szokás szerint Popé Gyura professzor úrnak, hogy értékelje az elhangzottakat itt a kérdések előtt. Milyen tisztelt professzor úr, és kedves barátaink! Én mindig azt gondoltam, hogy ebben a témában nincs szükségem erősödésre, vagy erősítésre. Én most látom, hogy nem volt eddig igazam. Valóban szükségünk van, nekem is szüksége van, és valamennyiünknek szükségünk van az ilyen előadásokra, de nem csak a meghallgatására, hanem befogadására, és váljon részünké ez a muníció, amit itt kaptunk. Bizonyos dű is elkap ilyenkor engem. Minden egészséges emberben a fajfenntartás ösztöne egy olyan természetes ösztön kell, hogy legyen, amely biztosítja a megmaradását jelenben és jövőben egyaránt. Amelyik emberben, vagy amilyen ha egy embercsoportban ez hiányzik, az el fog pusztulni. Az nem életképes. Ez vonatkozik az egyénre, és vonatkozik egy nagyobb közösségre is. Mi részei vagyunk a természetnek. És a természet nem ismeri a mondva csinált humanitást. Az erősebb, vagy az okosabb, az életképesebb legyűri a gyengébbet a természetben. És ez így van valahogy az emberi társadalomban is, mert az emberi társadalom is része a természetnek. Ha azonban ezt hagyjuk, vagy hagyja egy népcsoport, hogy a pusztulás szélére jusson, és horribile dictu elpusztuljon, akkor az megérdemli a sorsát. Jön egy primitívebb, kulturálatlanabb faj, és az veszi át aztán az ő szerepét. Most ezáltal az emberi társadalom nem felfelé fog haladni, hanem süllyedni. Saját maga bűnei miatt. Ez ellen tenni kell az egyes embernek is, de a nagyobb közösségeknek is. De először tudatosítani kell, hogy amennyiben nem ezt tesszük, akkor oda jutunk valahogy a kihalás szélére, sőt, a pusztulásba. Tehát van mit csinálnunk. Tudatosítani a veszélyt, és tenni ellene. Ha meg se próbálunk tenni ellene, már ne haragudjon a világ, akkor egyszerűen balfácánok vagyunk, és megérdemeljük a sorsunkat. Nagy a veszély, de még ki lehet védeni. Még ott tartunk, hogy ezt még megtehetjük. Olyan emberekre van szükségünk, akik nem a szőnyeg alá söprés politikáját fogják választani, hanem nyíltan kimondani a hibákat, mert ha nem állapítjuk meg a bajokat, nem tudunk ellene eredményesen küzdeni. Tehát föl kell tárni a hibákat. Orvos is ezt kell, hogy csinálja. Mert ha én nem tárom föl a hibát, a betegséget, nem tudom gyógyítani sem. Tehát semmiféle szőnyeg alá söprést nem kell eltűrnünk, képviselőinknek mondom, és harcolni, ha kell, akkor a kormánnyal szembe menni is ebben az ügyben, hogy nyíltan beszéljen a felnőtt, tenni akaró emberek felé, ezek mi vagyunk, és engedje meg, hogy ha ők már nem is, de mi rám jutassunk a hibákra, a bajokra. Mert mi meg akarunk maradni emberségünkben és magyarságunkban, itt ebben a szelek és hadak által nagyon megnyomorított és össze-vissza szabdalt Kárpát hazában, a Kárpát-medencénkben. Ehhez szükségünk van a tényfeltárásra. Itt kaptunk egy szeletet a tényekből, gondolkozzunk el, és mindenki próbálja megkérdezni saját magától, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ez a veszély távolodjék tőlünk, és mi pedig erősödjünk abban a mi voltunkban, amivé a jó Isten megteremtett bennünket. Még egyszer köszönöm a professzor úrnak az értékes előadást, és hát azzal fejezem be, hogy hajrá mindenkinek, tegyen meg mindenki mindent tőle telhetőt,
a dolgok jobbítása érdekében. Köszönöm.